A Mikes Kelemen programot a diaszpora magyarságától érkező jelzősek hívták életre. A nyugaton élő magyarság az elmúlt évtizedekben olyan rendkívül értékes könyvtári, illetve levéltári gyűjteményt halmozott fel, ami az utóbbi időben egyre inkább veszélybe került. Olyan értékes anyagokról van szó, amelyeken keresztül magánemberek, illetve régi magyar szervezetek életébe, munkásságába nyerhetünk betekintést. A programnak a pontos célja az, hogy a diaszpórában, illetve az emigrációs központokban felgyűlemlett tárgyi hagyatékot, amit már az ottani magyar közösség nem használ, nincsen rá szükség, esetlegesen már nem is ott élnek a magyarok, mint ahol vannak ezek a magyar házak, gyűjtemények, vagy nincsen rájuk szükség, nem tudják használni, ezeket lehetőleg szállítsuk vissza Magyarországra. 10 magyar fiatalt választottak ki a feladatra, hogy 5 hónap alatt felkutassák és rendszerezzék az emigráció magyarságának gyűjteményeit egy-egy helyszínen. 2 már végzik a kutatásaikat Dél-Amerikában, további 8 személy fog kutatásokat végezni az Amerikai Egyesült Államokban, Kanadában és Ausztráliában. Úgy éreztem, hogy egyrészt mivel könyvtárosként van tapasztalatom ilyesmiben, digitalizálásban, kulturális örökség archiválásban az előző munkáim miatt, illetve előtte nyelvészként dolgoztam, így kisebbségi közösségekkel is van kapcsolatom és tapasztalatom, ezért pályáztam. Egy kutatási tervet kellett beadni, motivációs levelet, önéletrajzot, mindenféle igazolásokat, és utána egy személyes meghallgatásra is sor került, és így választottak ki engem a 10 szerencsés közé. Én Kanadába fogok menni, mégpedig Vancouverbe. A sikeresen pályázóknak a saját kutatási tervükön kívül egyéb feladatokat is el kell látniuk, és részt kell venniük a helyi magyar közösség életében is. Az elmúlt 100-150 évben felhalmozódott egy nagyon komoly kulturális hagyaték, és hát a határon túli magyarok közül a Kárpát-medencén élőkön kívül elég kevés figyelem jutott a távolabbi magyar diaszporák irányába. Interjúkat kell készíteni kinti jeles magyarokkal, tárgyi emlékeket kell gyűjtenünk, visszaemlékezéseket kell gyűjtenünk, a magyar kulturális egyleti életbe kell amennyire lehet beépülnünk, és a Magyarországgal a kapcsolatokat erősítenünk a saját feladataink keresztül. Emellett pedig saját kutatási tervel is előálltunk, és ezt végre kell hajtani majd, amikor hazajöttünk. A Mikes Kelemen program 2013-ban indult, és 2014. szeptemberének végéig körülbelül 100 000 kötet érkezett Magyarországra, aminek nagy részét az Országos Széchenyi Könyvtárban helyezték el, feldolgozása pedig jelenleg is tart.